A Babos-Bábos Társulat egy zöld mesével szórakoztatta a Koppánymonostori óvodásokat március 22-én a Dózsa György Művelődési Házban. A csütörtök délelőtti programot a Művelődési Ház szervezte, hogy zöld gondolkodásra bírják a legkisebbeket. A Vízvilágnapja alkalmából ma a Monostori Napsugáróvoda csemetét láttuk vendégül. A Babos-Bábos Társulat egy zöld mesével érkezett hozzánk. A 2018-as Vízvilágnapja nemzetközi szlogánja is az, hogy védj természetesen. Ezzel a zöld mesével úgy gondoltuk, hogy a gyerekek figyelmét sokkal könnyebben ráirányíthatjuk erre a globális problémára, hogy hogyan tudják óvni a környezetet. Azt gondolom, hogy ez pont ebben az életkorban nagyon fontos. A két horgász, a jó és a rossz szereplő játékában kirajzolódott egy tanulságos iránymutatás. A gyerekek a történet végén még egy horgász fogadalmat is tettek közösen. A Babos-Bábos Társulat a fővárosból érkezett. Bíró Brigitta és Babos Eszter színes díszletben szórakoztatta a témára fogékony gyerekeket. 10 éve járjuk az országot utazóbáb színházként. Megfordultunk falunapokban, óvodákba, iskolákba, ahol szeretettel fogadnak minket, szeretettel megyünk oda. 2 fővel voltunk most itt, de egyébként 3-4-4-en vagyunk a társulat tagjai, és előadástól függ, hogy ugye hányan játszunk éppen az adott darabba. Vannak darabjaink az óvodás korosztálynak, egészen a kisiskolás korosztályig, és ezen kívül vannak baba-báb színházi darabjaink is, 1,5 éves kortól 4 éves korig anyával együtt, ilyen kis ölbéli, meghittebb, családiasabb jellegű előadások. A zöld mesét a Dózsa György Művelődési Ház programszervezője választotta. A tavaszi horgász mese éppen aktuális mondanivalót fogalmaz meg. Nagyon sokan találkoznak majd nyáron a horgászat élményével, és sajnos nagyon sokan meg fogják tapasztalni tényleg a vizek szennyezettségét. Egy mesén keresztül viszont sokkal jobban át tudják élni azt, hogy miért is nem szemetelünk. Itt megszólalnak az állatok, akiket ez zavar, akik inkább elköltöznének innét, és látják azt is, hogy a tó világával mi történik. Egy kicsikét úgy gondolom, hogy fontos már ebben a korban elkezdeni azt, hogy becsüljük meg a körülöttünk lévő világot, vigyázzunk a természetre. A bábos mesét követően kézműveskedtek a gyerekek, akik egy egyszerű technikával, papírral, ragasztóval, kreppapírral halacskákat készíthettek, melyeket mosollyal az arcukon vihettek magukkal az óvodába. Holnap, vagyis pénteken pedig sok szeretettel várunk délután 3 órától minden érdeklődött, húsvéti díszeket, kis kézműves dolgokat fogunk készíteni, illetve állatsimogató is lesz, nagy szeretettel várunk mindenkit. Irány tehát a Dózsa György Művelődési Ház, ahol már a húsvétra készülnek.